Átadták a felújított Mádi könyvtár épületét, amelyben helyet kapott a Széchenyi programiroda és a védőnői szolgálat is. Az épület ünnepélyes átadásán részt vett és beszédet mondott Tatárka József polgármester és dr. Kondzsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, akik közösen vágták át a trikolor szalagot a négy ütemben történt felújítást követően. Azt látom, hogy itt Mádon az elmúlt időszakban itt ezen a néhány száz méteren már annyi minden fejlesztés történt, hogy tényleg Mád, azt gondolom, Tokajhegye egy igazi jégköve. És én nagyon büszke vagyok arra, mert úgy gondolom, hogy mi mindannyian azért dolgozunk, hogy egy településnek legyen jövője, és a vidék megtartó erejét tudjuk erősíteni. Ez a negyedik ütembe sikerült végleges állapotát elnyerni ennek az épületnek. Volt először egy energetikai felújítás és két kisebb pályázatunk, ami akadálymentesítés volt. Ez a mostani, ez a végső burkolat, az udvarburkolás történt meg, illetve a védőnői szolgálatnak a kialakítása. Sokat szenvedtünk az elmúlt időszakban, a Covid alatt a védőnők is azért nagyon-nagyon sok nehéz pillanatot éltek meg, és végre kerestünk nekik egy olyan helyet, ahol ők is jól érzik magukat, a gyerekek is jól érzik magukat, egy biztonságos környezet. Alapvetően a fenntarthatóság az nagyon-nagyon sokat számított, hiszen az egész fűtéstechnológia át lett alakítva a hőszivattyús rendszerre, amire a napelem kiépítése még külön biztosítja az energiaellátást. Azt gondolom, ez hosszú távon egy nagyon-nagyon jól működő egység lehet. Ugye itt kapott helyet még a Széchenyi programiroda, ami már 13. éve a településünkön van, aki segíti az itt élők és a környező települések pályázóit, illetve felügyeli őket, és még van mellette olyan funkciója is, hogy ugye ilyen kisebb rendezvényeket is lehet tartani, hiszen akár az alaksorba, akár a fenti külön helyiségbe lehet tartani ilyen rendezvényeket. De szerdán jobban megélni jöttem, s a világ megmozdult körülöttem, s a földet én is forgatom, tán rá is hat pár mondatom, ha parányi is, mint az atom. Törekszem hát a teljességre, nevem felírom most az égre. Lássák csak meg, hogy itt vagyok, hisz szellemem azért ragyog, örök létű, így marad.